Súlyos merénylet történt Jeruzsálemben, egy idős asszony és egy izraeli rendőr meghalt, amikor egy arab férfi tüzet nyitott az utasokra egy villamos megállóban. A Hamas-Palesztin terrorcsoport méltatta a támadást. A jeruzsálemi polgármester azt ígérte, hogy a terror és az uszítás ellenére az izraeliek folytatják megszokott életmódjukat. Az izraeli rendőrség jeruzsálemi központjánál egy villamos megállóban kezdett el lövöldözni az arab férfi. Egy 60 éves asszonyt megölt, két embert megsebesített. Ezután elhajtott, majd még két emberre rálőtt, akik éppen autóban ültek és vezettek. Nem sokkal később megállt, és a rohamrendőrökre nyitott tüzet, akik motorral vették üldözőbe. Egy rendőrt megölt, egyet megsebesített, végül az izraeli határrendészek lelőtték. Ezek a felvételek a lövöldözés idején készültek. Mint kiderült, a támadó egy 39 éves kelet-jeruzsálemi arab férfi volt, aki izraeli állampolgársággal rendelkezett. Már ötször ült börtönben, például gyújtogatásért. Általában erős a rendőri jelenlét Jeruzsálem utcáin, de most különösen nagy az őszi ünnepek miatt. Ez a támadás az ünnepek békéjét akarta megzavarni, mondta az izraeli rendőrfőnök. Benjamin Netanyahu kormányfő méltatta a rendőröket, akik, ahogy mondta, gyorsan és határozottan léptek közbe. Az izraeli kormány szerint a palesztinok körében erősen terjed az uszítás és a gyűlölet a közösségi médiában. Ez állhat a támadás hátterében. A Hamas viszont a merénylőt dicsérte. A támadás természetes válasz az izraeliek bűneire, amelyeket a jogaink és szent helyeink ellen követnek el, mondta a palesztin terrorcsoport szóvivője. A Hamas szerint még mindig tart az intifáda, amely éppen egy évvel ezelőtt indult el. A tavaly őszi ünnepek alatt kezdődtek a palesztin késelős és gázolós merényletek, amelyekben több tucat izraeli halt már meg.